ember, szeretem a matek órát. Várj. Mi? Mi szarkol? Nagyon jó volt. Állati. Várj. Menj az útból. Le kell szednünk róla ezt az óriási oreót. Ezt nem tudom nézni. Hoppá, a papírrepülőm. Emeljük fel. Nézd, itt van egy ceruza. Vajon kié? Ez az enyém. Már kerestem. Te mit keresel itt? Várjunk egy kicsit. Azt hiszem megvan. Ő Miss Delight. Ő a gyilkos. Ez szívás. Szégyed magad. Ó, te kis bútusok. Szeretnétek tudni, ki ölte meg Miss Circle-t? Én egy lépésről lépésre szóló útmutató egy gyilkosság megoldásához nektek adom. Megpróbáljuk. Gyerünk. Add ide a könyvet. Hol kezdjük? Nyomokat kell gyűjteni. Értem. Oké. Okay. Akkor... Ebi lesz a nyomozónk. Először is alaposan meg kell vizsgálnom a tett helyet. Sokat elárulhat nekünk. Minden tárgy döntő bizonyíték lehet. Hoppá, ez a test. Tovább. Mi van a szoba ezen részében? Nagyon érdekes. Srácok, ti milyen nyomokat találtatok? Írjátok meg a válaszaitokat kommentben. Nézem a javaslataitokat. Köszi szépen. Ez tényleg segít. Most pedig számozzuk meg az egyes nyomokat. Kihagytam valamit. Ó, igaz. Itt van még kettő. Minden meg van számozva. Nézzétek. A számok egy telefonszámot alkotnak. Hívjuk fel. Tárcsázás. Honnan jön ez a csengés? A hátizsákból. Ki ez? Ez Pooh tulajdona. Előveszem a telefont. Ki kell nyitni. Ó, ne! Meghalt! Hadd lássam! Nézd, látok ott egy nyomot! Úton vagyok! Lássuk, mi ez? Alaposan meg kell vizsgálnom ezt a papírrepülőt. Várj, add vissza! Az az enyém! Szóval bűnös vagy! Nem! Hadd magyarázzam el! Ültem az osztályban. Papírrepülőket hajítottam Miss Circle felé. Bevallom, nem volt elragadtatva tőle. Amikor megszólalt a csengő, és mindenki kiment a szünetre. Összeszedtem a repcsiket, és indulni készültem. Amikor Miss Circle elállta az utamat. Azt hittem, meg fog büntetni. De azt mondta, reptessünk együtt papírrepülőket. Elkezdtünk szórakozni, és különböző célpontokra indítottunk repülőket. Természetesen pontosabb voltam. De nagyszerű volt. Ezek után Miss Circle javasolta, hogy játszunk a folyosón. Okay. Miss Delight már ott volt, és a furcsán kinéző Barb ceruzáit hegyezte. Amikor megláttuk, úgy döntöttünk, hogy megtréfáljuk egy kicsit. Repülőgépeket indítottunk rá minden oldalról. Látnod kellett volna az arcát, annyira mérges volt. Alig bírtam visszatartani a nevetést. Hirtelen Miss Delight észrevette Miss Circle-t, és minden erejével visszadobta a repülőt. El kellett menekülnie. Szerencsémre időben elbújtam. Amikor Miss Delight elment, éppen indulni akartam, amikor megláttam Abbyt besétálni. Így történt. Nem bízunk benned. Bizonyítékom is van. Miss Circle-lel csináltunk egy szelfit. Megnézhetitek? Igazat mond. Minden bizonyíték Abbyre mutat. Hoppá! Megvagy, te gyilkos! Megtaláltuk a nyakkendődet Miss Circle osztálytermében. Várj! Félreértitek! A táblánál voltam, és egyszerűen nem tudtam megoldani az egyenletet. Szóval kértem Olivert, hogy adjon tippet. Oliver azt mondta, a válasz... Ceruza! Annyira megkönnyebbültem, és felírtam a táblára. Miss Circle úgy nézett rám, mint egy idiótára. Ekkor jöttem rá, hogy Oliver megtréfált. Minden esetre Miss Circle adott nekem egy karót. Elég durva volt. Utálok rossz jegyet kapni. Arra gondoltam, hogy ezt ki kell javítanom. Ezért fogtam a matek könyvemet, és elkezdtem olvasni.
El sem hiszed, hogy milyen hihetetlenül unalmas volt. Röviden, nagyon hamar elaludtam. Teljesen összezavarodva ébredtem. Nem tudtam, hogy hol vagyok és melyik évet írjuk. Nehezen vettem a levegőt, ezért levettem a nyakkendőmet. Így került az osztályterembe. Amikor mi Circle visszatért és látta, hogy egész idő alatt tanultam, megdicsért. És a legmagasabb osztályzatra javította a tesztemet. El sem hiszitek, mennyire boldog voltam. Még ugráltam is örömömben. Ez az igaz történet. Hazudsz! Van bizonyítékom. Ez tényleg az ő dolgozata. Nézd! A hátam! Lássuk, mi következik. Ennünk kell. Egyetértek. Rendeljünk egy kis ételt. Ó, ne! Nincs itt térerő. Mi a franc ez? Elakadtunk. Keresem a jelet. Ki a gyilkos? Mi? Nincs mit mondanod? Nem fogod rám ezt a gyilkosságot. Figyelj! Visszajöttem az osztályterembe, mert itt felejtettem a füzetemet. Miss Circle az íróasztalánál ült és kísírta a szemét. Egyszerűen nem tudta rendesen elkészíteni a sminkjét. Kíváncsi voltam, miért próbál annyira jól kinézni. Kiderült, hogy randevúra készült egy pasival, egy társkereső alkalmazásból. Szóval úgy döntöttem, hogy segítek a szerelmi életében. Tökéletes minket készítettem neki. Miss Circle el volt ragadtatva. De még meg kellett csinálni a haját. Őszintén szólva, nem volt egyszerű a helyzet. Tényleg jobban kellene vigyáznia a hajára. Aztán volt egy zseniális ötletem. Odaadtam neki a mesés maslimat. Tökéletesen passzolt a frizurájához. Miss Circle lenyűgözően nézett ki. Hogy emlékezzünk a pillanatra, azt javasolta, készítsünk egy szelfit. Beleegyeztem. És ez az én történetem. Hé, mindenki, hoztam pizzát. Mi ez? Megkóstolod? Persze, éhezek. Komolyan, nincs benne semmi. Tényleg, kínos. Nézd, van egy nyom. Nem látok semmit. Mennem kell. Várjatok! Valóban van ott valami. Vigyázz, nedves a padló. Úgy tűnik, itt valaki takarított. Add ide! Ez az én felmosó rongyom. Csak az utamban állsz. Tedd ki a táblát. Rendben, már ki is tettem. Honnan került ide ez a ceruza? Ez tényleg érdekes. Mondj el mindent. Könnyű megmagyarázni. Úgy döntöttem, hogy meglátogatom a barátomat, Miss Circle-t. Nagyon örült, hogy lát engem. Azt javasoltam, ígyunk együtt egy kávét. Sajnos túl sok dolgozatot kellett kiavítania. Ezért felajánlottam, hogy segítek. Mint egy igaz barát. A tesztjei felét elvittem, hogy kijavítsam. A tanulók munkájának ellenőrzésére a kedvenc piros ceruzámat használtam. Minden esetre megittem egy jó kávét. Ettől felébredtem. És mi Circle-lel elkezdtük kijavítani a teszteket. Több volt, mint amire számítottam. Több órámba telt. Végre befejeztem a részemet. A végre mi Circle már elaludt. Olyan édesen néz ki, amikor alszik. Úgy döntöttem, hogy nem ébresztem fel. Csak betakartam egy takaróval, és folytattam a napomat. Nem tehettem volna másként. Legjobb barátok vagyunk. Mi ez? Csörög valakinek a telefonja. Miss Circle telefonja? Hadd lássam. Arra kér, hogy töröljem a videót. Nézzük meg inkább. Sziasztok, előfizetők! Ma megmutatom, hogyan kell használni a körzőt a csatában. Miss Circle, szeretném megköszönni a remek osztályzatot. Megölelhetem? Van egy kis ajándékom. Miről van szó? Tudom, hogy szereted az Oreót. Nehéz. Mindjárt dobom. Vigyázz!
Minden rendben, megvan. Tessék! Pú, túl hatalmas. Ez a kex össze fog nyomni. Mit csináltam? Gyorsan, emeld fel. Igyekszem, nem megy. Nem kapok levegőt. Ne. Törölnöm kell ezt a videót a telefonjáról. Micsoda tragédia. Hú? Később beszélünk. Segítenem kell neki. Mit csinál? Remélem még nem késő. Borzasztó! Töltés! Gyerünk, Pú! Töltés! Még egyszer! Töltés! Gyerünk! Oh, sikerült! Barátnőm, élsz? Nagyon örülök, hogy látlak! Micsoda ajándék! Miss Circle, nagyon sajnálom! Semmi baj! Helyrehoztad! Add a kezed! Jaj! Elmegyek! Kérlek, ne haragudj rám! Mindent elrontok! Váljon valóra kívánságom! Ki hív? Hello? Értem, úton vagyok! Vége a bulinak, új ügyem van! Nagyon szerettem volna megkóstolni ezt a tortát! Itt vagyok! Mi történt? Nyomozó, ide nézz! Ennyi? Ti is felállíthatátok volna ezt a széket. Kész. Ja, és itt van egy holttest. Miss Circle, karikázd körbe a testet. Igenis, nyomozó. Okay. Ez nem elég. Miss Delight, ugyanez a feladat. Értem, nyomozó. Számíthatsz rám. Végeztem. Lássuk a munkádat. Remek. Születésnapomra kaptam egy új nagyítót. Segít átvizsgálni a helyszínt. Keressünk nyomokat. Nyomozó, mit látsz? Nagyon érdekes. Már találtam néhány bizonyítékot. Itt minden nagyon gyanúsnak tűnik. Miért néz így ránk? Kezdjük el a nyomozást. Hé, mindenki! Ki ölte meg Pút? Tippeljétek meg kommentben! Írd le, ki a gyilkos! Szerintem Zookeeper! Mi folyik itt? Ideje kikérdezni a gyanúsítottakat! Össze kell rakni a történteket! Miért vagyok bilincsben? Még egy nagyszerű ajándékot kaptam a születésnapomra! Ez egy hazugságvizsgáló! Nem tetszik ez nekem! Nyugi! Add a kezed! Nincs ideje hazudni! Kiderítem az igazságot! És most hallgatlak! Gyerünk! Rendben, így történt. Meghalok az unalomtól. Hány ceruza van a bárbomban? Utálok délutáni büntiben lenni. Srácok, nézzétek, mit hoztam. Mit szólnátok, ha néznénk egy filmet? Remek ötlet. Azt mondtad, hogy film? Benne vagyok. Rendben, ez a terv. Mindjárt beállítom a tévét. Toljuk szét az íróasztalokat. Kész. Na, mit nézünk? Most keresek valamit. Én is meg akarom nézni a filmet. Csatlakozhatok? Hello mindenki! Szia, Pú! Persze, hogy jöhetsz. Foglalj helyet. Ó, ez fáj. Ez hazugság. Mondd meg az igazat. Rendben, elkaptál. Elmondom az igazat. Én is meg akarom nézni a filmet. Csatlakozhatok hozzátok, srácok. Szia! Te büdös vagy. Mindjárt elájulok. Elnézést, nem tehetek róla. Úgy tűnik, egy szék eldőlt. Mit szólnátok, ha megnéznénk egy Deadpool filmet? Micsoda borzasztó javaslat. Nézd meg egyedül a Deadpoolt. Mi elmegyünk. Nehéz itt levegőt venni. Várjatok, ne hagyjatok egyedül vele. Készen állsz a filmre? Kezdem. Imádom a Deadpoolt. Ő a kedvenc szuperhősöm. Tudnál óvatosabban enni? Átülök a másik oldalra. Figyelj, jön a legjobb rész. Ó, ne! A pattogatott kukoricám Miss Circle hajában landolt. Ki kell szednem, mielőtt észreveszi. A legjobb, ha levágom azt a szálat. Már megint ez a szörnyű szag. Hé!
Így nem fogja megtudni. Hoppá! Ezt megbánod! Könyörülj rajtam! Messze! Most a körzőmet is tönkretetted! Annyira idegesítő vagy! Miért olyan feldúlt? Hú, még mindig itt van. Csinálj vele valamit! Mi van vele? Így történt. Látod? Meg a detektor is zöldet mutat. Rendben, tiszta vagy. Szabadon távozhatsz. Visszajön. Ijesztő volt odabent? Hamarosan megtudod. De én nem csináltam semmi rosszat. Éle, lenne pár kérdésem hozzád. Mondd el, mi történt? Rendben, nem probléma. Maradj vele, te! Mi van vele? Szia, gyere be! Örülök, hogy látlak. Hoppá! Ups. Mondd meg az igazat! Rendben, bementem az osztályba. Miért van még mindig itt ez a büdös rác? Szia, gyere be! Mit keresel itt? Ez a szék folyamatosan felborul. Mr. Kill ideges rám, de nem tudom miért. Csak a Deadpoolt néztem. Rendben, rendben. Jól van. Csak maradj távol. Több friss levegőre van szükségem. Szerzek egy ventilátort. Most jobbnak kellene lennie. Így jobb. Várj! Tovább nézem a filmet. Jön a legjobb rész. Most a kedvenc kalapom is büdös lett. Nem bocsátok meg. Csak felmelegítem. Tökéletes napszemüveges idő. Ez nem működik. Nagyon meleg van, akár napozni is lehet. Mi történik? Nagyon kellemes. Te is szeretnél lebarnulni? Miért nem működik rajta semmi? Figyelj! Mi van? Le a kalapomról, most! Rendben, nem probléma. Végre. Lehetetlen vele barátkozni. Így történt. Rendben. Ejtem a vádakat. Tovább kell keresnünk a tettest. Mit mondtál neki? Miss Delight, te vagy a következő. Szerintem ez felesleges. A te dolgod, hogy elmondd, mi történt. Rendben. Szóval figyelj. Srácok, mindenki itt van. Szia, csak én vagyok itt. Ez undorító. Mit mutat a detektorod? Hűha, ez zöld. Igazat mondasz? Hát persze, nincs titkolni valóm. Rendben, folytasd. Rendben, hol is tartottam? Olyan durva. Nem értem, miért akar mindenki megölni? Csak a kedvenc filmemet nézem. A Deadpoolra gondolsz? Szerinted jogos, hogy meg akarnak ölni egy film miatt? Állj, ne gyere a közelembe. Csak próbálom kitalálni, mi a baj. Tarts távolságot. Ez egy tökéletes fogpiszkáló. Mit képzelsz? Mit csinálsz? A pattogató kukorica mindig a fogaim közé szorul. Ez felháborító. Tovább nézem a filmet. Nem hagyom, hogy ezt tegye. A szék. Elvétettem. Most hogy szerezzem vissza Barbot? Ahol Pú van, ott baj van. A detektorod azt mondja, hogy igazat mondok. Mi? Akkor ki a gyilkos? Nem értem. Ki ölte meg Pút? Milyen különös rejtély. Ezek a gyanúsítottak lekerülnek a tábláról. Régóta nem volt ilyen nehéz esetem. Mit gondoltok? Lehetséges, hogy a szagától halt meg. Érdekes elmélet. Várj egy kicsit. Mi van, ha ő volt az? Deadpool? Úristen, észrevettek! Gyere ki, gyere ide! Senki sem hívott már rég. De innen nem megyek ki. Nincs az az Isten. Nem nézzét ki belőlem, de kihozlak. Jó, nehéz vagy. Megcsinálta. Az igazságszolgáltatás elé állítalak. Menjünk! Újra kell csinálni a háttérképet. Adhatok néhány elérhetőséget. Ó, ez kemény. El kell mondanod, mi történt valójában. Nyugi nyomozó, mindenre emlékszem. Lekéstem a nyaralásról. Vajon mire készül rozsomák? Micsoda rohanás, csodálatos. Üss meg még! Hadd abba a hülyéskedést, nincs erre időm. Mindent elmondok.
Ahol Pooh van, ott baj van. Jaj, annyira furcsa. Nézzük tovább. Én vagyok Deadpool legnagyobb rajongója a világon. Elviselhetetlen ez a szag. Valakire ráférne egy zuhany. Segítség! Ó, te bosszantó kis kaki! Hagyj békén! Megtanítalak szeretni fürödni! Próbálj meg elkapni! Megvagy! Az én kis kaki lovam! Mi folyik itt? Nem kaptál el! Pókember is a nyomodban! Csak viccelek! Segítség! Hagyd abba az üldözést! Annyira elegem van a futásból! Ó, ne! Ez az utolsó dolog, amire szükségem volt. A széknek nem így kell állnia. Ó, mi van veled? Na, mindegy. Elmegyek, hogy káosz szítsak csak a filmuniverzumban. Főnök, magától esett el. Nem nyúltam hozzá. Ez most egy csavar. Várj, szóval Pooh él? Hogy kerültem ide? Nagyon örülünk, hogy látunk. Miféle filmet? Senki se halt meg! A fejem még mindig fáj, és szédülök egy kicsit. Jöhet egy ölelés? Persze, talán majd máskor. Itt már nincs több dolgom. Még van időm eljutni a szülinapi bulira. Viszlát mindenkinek! Viszlát, Lili! Szép plazma tévé! Majd találkozunk. Ideírtam, a torta még sértetlen. Készen állok arra, hogy újra kívánjak. Már nem nagyon akarok semmit. Derű, derű, ne dobd fel a talpad. Nincs senki más, akire féltékeny lennék. Sikerülni fog? Igen, mondd el, megőrülök, megőrülök. Derű, maradj erős. Várj, hadd nézzem meg a pulzusát. Nagyon sajnálom, elment. Olyan voltál, mint a napsugár. Elment? Hogy történt? Én nem csináltam semmit. Béke mindenkinek! Szuper buli, mi? Megállni! Mindenki maradjon a helyén! Értettem! Semmi gond! Itt gyilkosság történt, és felderítem ezt az ügyet. Beszéljetek! Kitette? Mindannyiunknak hiányozni fog. Hé, srácok! Írjátok meg kommentben! Szerintetek ki a gyilkos? Meg kell vizsgálnom a testet. Biztos van itt valami nyom. Ez meg mi? Állj! Ez Derű emléke. Mindjárt megtudjuk, mi történt vele. Szuper munkacsapat! Meg lesz! Riley előkészülete már majdnem készen van. Mi van, ha nem tudok időben bejelentkezni? Teljesen tönkretenném az egész bulit! Borzalom! Nyugi, rengeteg időd van. Igen, meg tudom csinálni. Ciki, kifelé. Mindenről lemaradsz. Túlságosan ciki vagyok. Rendben, később újra megpróbálom. Irítség, milyen a hangulat? Maximálisan bulis. Ez maradjon is így. Bálat, milyen a torta? Kész a világ legszomorúbb tortája. Várj, mi van? A Mirálink öregszik. 13 éves lesz. Hamarosan ősz öregasszony lesz. Sok minden áll még előtte. Emlékezzünk vissza Riley-re, mint fiatal hölgyre. De hogy? Rendben. Ha meggondolnátok magatokat, gyertek át teára. Csak itt hagyom ezt a tortát. Uha, bárcsak újra 13 éves lennék. Hékás, ne nyúlj a tortához. Várnunk kell egy kicsit. Ideje meggyújtani a gyertyákat. Hol van ez öngyújtóm? Mindenki hátrább! Hoppá, próbáljuk meg újra. Kifogyott az öngyújtóm. És most? Állj! Hová tűnt harag? Látta őt ma valaki? Nem tudjuk, nem tudjuk! Segítség! A gyilkos! Nos, nagyszerű! Tiszta, mint a nap. A bűn akkor történt, amikor kialudtak a fények. Most mindannyian gyanúsítottak vagytok, de a kihallgatást vele kezdem. Velem? De én nem csináltam semmit. Ezt majd meglátjuk. Tartsd fel a táblát. Tévedés történt. Hadd menjek haza. Ülj le! Rossz srácot találtál. Túl félénk lennék megölni valakit.
Mindannyian ezt mondjátok, nem csaphatsz be. Tudom, hogy hazudsz nekem, de nem is tudom, hogy kell hazudni. Utolsó lehetőség, beszélj. Rendben, csak reflektorfényt ne. Itt van, ez az én emlékem. Nézzük meg együtt. Azt hiszem, minden így történt. Hová tűnt Harag? Látta őt ma valaki? Nem tudjuk, nem tudjuk. Hú, ki kapcsolta le a villanyt? Ez a mi lehetőségünk. Kalapács, tedd a dolgod. Nem fog többé főnökeskedni. Most én leszek a legfőbb érzelem. Jaj, ez fájt! Ki ütött meg? Ez Veszkó kalapácsa. Mit keres itt? Mire készülsz? Áj! Ne! Segítség! A gyilkos! Azt mondta, gyilkos! Látod, mi történt? Már tudod, nem vagyok bűnös. A gyilkos Veszkó! Ez egy érdekes elmélet. Bocsi, de jobb, ha megyek. Ciki csak szeret fantáziálni. Megállj! Ne mozdulj! Mi történik? Gyanúsított vagyok. Börtönbe akarsz dobni? De klausztrofóbiás vagyok. Ülj le! Miért kell a bilincs? Ez valami csinkevés? Viccelsz? Elég az értelmetlen kérdésekből. Koncentráljunk. Szerintem te vagy a gyilkos.